Sziasztok, ma nem más mutatok be nektek, mint a jubileumi iPhone-t, az iPhone 10-et! Első benyomásom az iPhone-ról. Egy könnyen kezelhető iPhone-ról van szó, kis és nagy kézben is teljesen kezelhető. Én nekem számomra egy kicsit furcsa, mivel az előbbiekben én nekem mindig pluszom volt, már az 6-nál is, 6S-nél pontosabban már 6S pluszom volt, majd utána jött a 7S, ott is 7 plusz volt, és ugye kicsit meg volt szokva én nekem, hogy nagyobb az egész telefon, de egészen könnyen kezelhető. Egy gyönyörű telefonról van szó. Mint mindenki, igazából izgatottan vártam ezt a napot, hogy végre a kezembe foghassam az iPhone 10-et, és wow, itt van végre, úristen! Amikor először megláttam az iPhone 8-at még, hú, teljesen lenyűgözött, végre visszajött az üvegház, a teljes elől-hátul lévő. Visszatértünk az iPhone 4-re, ami akkor volt, ugye, akkor az 5-nél tűnt el pontosabban az üvegház, amit igazából én nagyon szerettem, mivel én nekem a legelső iPhone-om egy iPhone 4S volt, és hát én igazából ütöttem, vertem azt a telefont, és nem is értem, hogy bírta az ki, éppen egyszer nem tört össze, fogalmam sincs. Első lépésként be kell állítanunk ugye a Face ID-t. Ami... hát nem is tudom, szerintem hihetetlenül veszettül működik. Egyszerűen tényleg tapasztaltam és teszteltem, hogy sötétben, napszemüveggel, kalappal, szemüvegben, anélkül, bárhogy működik. Bejött a Face ID, eltűnt a Touch ID. Igazából én úgy vagyok vele, hogy végre eltűnt, mivel hú, én nekem a 6-nál majd, hogy nem, egyáltalán nem működött, itt a 6S plusz ugye, nálam annál már egy kicsit jobban működött, majd jött a 7S, és annál már olyan 80%-ban működött, de még mindig nem volt az az igazi, teljes, professzionális tönhetően, hogy ugye a teljes képernyő lett, eltűnt innen alulról az a kis sáv, ahol a home gomb volt, és hogy mennyire is furcsa, egyáltalán nem. Hihetetlenül gyorsan meg lehet szokni azt, hogy nincsen home gomb igazából, mivel tényleg igazából nincs is szükség rá. Talán az appok bezárásánál van egy kis fennakadás, vagy egy kis nehézség, akkor kicsit lassúbb a szerkezet, mivel amikor ugye volt az előbbiekben a home gomb, akkor kétszer megnyomtad, feljöttek ugye az appok sorba szépen, és akkor utána ki tudtad őket húzogatni, vagy bezárni. Na hát most ez egy kicsit máshogy van, először fel kell húznod, egy kicsit nyomva tartanod, majd utána még mindig nyomva tartod, akkor jelenik meg ez a mínuszjel, és akkor úgy tudod bezárogatni őket. Sajnos azonban a régi applikációk nem igazán teljes mértékűen működnek még,
reméljük ezt majd korrigálják idővel, mivel a régi applikációk még nem az iPhone 10-re szabottak, hanem az előbbiekre, és azért végeredményűen kapunk egy iPhone 6-7, igazából 8, illetve 6S, 7S képméretet. Például a YouTube az is, hogyha megnyitod, akkor először teljes mértékben dolgozik az app, majd utána, amikor elkezdesz nézni, vagy belemész egy YouTube csatornába, akkor már vissza zsugorodik a képernyő, pont ezt a felső-alsó réteget nem fogod látni, ugye, ugyanúgy. De mint már mondtam, ezt idővel úgyis korrigálni fogják valószínű, de vannak olyan helyzetek, amikor igenis zavaró lehet az iPhone 10-nek a kép arányai, mivel egy filmnek vagy képnek sincs ilyen méret arányai, mivel hát igen, ez egy hosszított azért méretarány, maximum a panoráma képek használják ki. Persze bele tudsz nagyítani a videókba, aminek köszönhetően azért a fenti sáv egy kicsit zavaró is lehet, ugye a kamera sáv, valamint hát senki sem akarja azt, hogy a filmnek a 20-30%-át elveszítse az ember a nagyításnak köszönhetően. És hogy a kamerát említsen, egy zseniális, tényleg az elől és a hátlapi kamera is zseniális. A hátlapi kameránál megjelent ugye mind a két kameránál a képstabilizátor, úgyhogy ennek köszönhetően hihetetlenül jó videókat tudtok készíteni, valamint a 4K-s videóknál megjelent, hogy 60 frames-el képkockával dolgozik, valamint a 1080-asnál 240 képkockával, aminek azt jelenti így hétköznapiasan leegyszerűsítve, hogyha te 4K-ban akarsz egy slow motion-t, egy lassítást hajtani, akkor ezt 2,5-szer tudod lelassítani, úgy, hogy még élvezhetően maradjon a videó. Ijetetlen, szuper! Emojik. Hát indulhat az emojik kora. Egy hasznosnak nem mondható felhasználásról van szó, azonban hihetetlenül vicces és hihetetlenül drága. Mivel azért ez a telefon tényleg egy kocsi ára, is lehet. Azért nem hiszem, hogy ez az első ok arról, hogy ezt a telefont válasszuk. Én igazából, mint ebből függő, már most, kezdben egyáltalán nem így voltam ezzel, mivel én mindig is elleneztem azt, ami ilyen beálljunk a sorba, és akkor mindenkinek ilyen van, és akkor én nekem is olyankat. Na én egyáltalán nem akartam ezt, én mindig mást akartam. De aztán jött az iPhone 4-es, ami az első Apple termékem volt, és onnan nem is volt megállás. Hát tényleg, ez a telefon egy ékszer, egy tök. Úgyhogy legelőször ennyit erről a telefonról, majd később próbálok nektek tippeket adni, mik az elrejtett kis applikációk, amit tudtok használni, vagy kis billentyű kombinációk, vagy bármi más. Úgyhogy remélem tetszett nektek ez a videó, és legközelebb, ahogy már említettem, tippekkel fogok jönni, és egyéb észrevételekkel, amik inkább hosszú távon vettem észre, és iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, hogyha tetszett ez a videó.